Nem állhat meg az élet, minden feladatot el kell látni az önkormányzatnak. Így fogalmazott Márta Mihály Tibor, Fényes Litke polgármestere. A település vezetője elmondta, a fertőzés veszély csökkentése érdekében a lehető legtöbb embert ellátják védőfelszerelésekkel, így a mindennapi ügyek intézése és a község ellátása is zavartalanul működik. A lakosságunkat első körben maszkokkal láttuk el először, aki közvetlenül az egészségügyet, a közférába dolgozókat, a helyi boltosokat, üzemeket, tehát akik élelmiszert állítanak elő, azokat a munkatársakat láttuk el maszkkal, itt házilag készítjük különben fényesítén, illetve utána pedig az eljáró fényesítkieket, tehát azok, akik eljárnak a községből. Aztán azokat, akik például van olyan üzem, ahol kisváriak is dolgoznak, de azoknak is adtunk természet az üzemnek, hiszen az a lényeg, hogy ne hozzanak be esetleges fertőzést a községbe. Tehát védjük őket is, meg ezáltal ők is visszavédenek bennünket. Most Németországon megrendeltem 5000 pár kesztyűt, minden felnőtt 18 év fölötti kap 2 párat. Ez mosható, tehát nappal a tűzzel fertőtlenítő, többször használatos. A polgármester hozzátette, nem látta szükségesnek, hogy különös szigorításokat léptessen életbe a településen. Mint mondta, a lakosság betartja a kormány által előírt intézkedéseket. A legtöbben most olyan háztáji feladatokat látnak el, amelyekre korábban kevésbé volt idejük. Én úgy hiszem, hogy vidékre elegendő az, amit a kormány elrendel. A városoknál ugye nekik eleve lehetőségük is van, hiszen saját rendőrségük van jelképesen mondva. Tehát a rendőrség ugye be tud segíteni városnál, nálunk falunál. Felesleges nekem olyan korlátozást létrehozni, elrendelni, amit nem tudok betartani. Tehát komolytalanná teszi az egészet. Úgyhogy mi megtartjuk azt, meg azt kérjük a lakosságtól, minden nap kapja az információt a lakosság, nem papír alapon, hogy azzal se kontaktáljunk a lakossággal. Kapják azt folyamatosan az információt a napi adatokról. Nálunk hála Istennek fertőzött, gyanús 2 volt, de negatívak lettek. Ez idő alatt a többiek a hatósági karanténosok, illetve önkéntes karanténosok voltak. Most jelenleg 3 hatósági karanténosunk van, de ez mind egészséges. Tehát folyamatosan jelezzük a lakosságra, hogy ők egészségesek. Nem kell pánikolni, inkább azt mondtam, hogy jobb félni, mint megijedni, de kellő óvatossággal kell ezt kezelni. Fényes Litkén jelenleg közlekedésbiztonságot javító fejlesztések folynak a helyi általános iskola közelében. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, a projekt befejezéséhez szükséges a források átcsoportosítása, ám nyugodta felől, hogy idejében elkészülnek a munkálatokkal.